Nagyon érdekes dolgok vannak itt. Ez mi? Ez egy AI generált videó? I don't care, man. Guys, it's from Cat in the Hat. It's not illegal. How do you think you're gonna get all 5 of us, bro? I mean, exactly, you can't. Put down the ice cream, please. There's people robbing banks. Why are you going after my ice cream? Give me back my mayo. I'd go what you say about my big gloves and never taking them off. I can't understand a word you're saying. Mi a f***om ez? Soha nem fogja levenni őket. Ez miért? Az AI szörnyű múltjának, most már olyan AI cuccokat lehet generálni, hogy behugyasztok, srácok. Hát a YouTube-on a live-nak az indexképe is AI generált. Az nagyon epikus. Az figyeld. Ott az én vagyok, hogy ülök és gémelek. Még ennyire nem vagyok elhízva, de hát figyelj, ilyen, ez sikerült. Huncut dolgokat rendelt. Átlátszó. Ez egy huncut pakli. Nagyon ciki. Sziasztok! Üdvözlök megint mindenkit itt a csatornámon. A mai nap megrendeljük a Valentin napi ajándékot. Na, bro, ehhez nincs most idegrendszerem. Sajnálom, de akármilyen huncut is, az én agyamnak ez nem. Az eneba.com egy játékokkal foglalkozó piactér, és több mint 20 000 termékkel rendelkeznek, hogy a játékosok igényeit teljesíteni tudják. A piacon a legjobb ajánlatot hozzál bármely játék esetében. Legyen az új vagy régi. Úristen! Tökéletes Trustpilot értékelés! Tehát a játékélményed és a vásárlás is akadálymentes lesz, és megbízhatóak. 024-es élő chat supportot kínálnak neked, hogyha valami nem működik, akkor kapni fogsz egy újat, ebben biztos lehetsz, tehát nem kell aggódnod, hogyha esetleg valami nem jó, akkor ők segíteni fognak neked. Hé, nem jó a kulcsom? Már is segítenek! Halló, nem jó a kulcsom? Ó, itt egy új neked! Az eneba.com-on nagyon könnyen tudtok vásárolni, gyorsan és olcsón, szóval ajánlom nektek, a leírásban található linkeken eléritek az oldalt. Köszi szépen! Az lesz a lényeg, hogy egy falat építsen, érted? Anyád, eltaláltam! Védd meg az ajándékokat és megtarthatod, ilyet még nem láttam sehol. Amúgy ezt tudni nem a Mr. Beast-től lett lemásolva. Valahogy úgy érzem, ez enyém lesz a legstabilabb. Remélem van rólam kinyomtatva kép, hogy lelőjenek. A mai videóban, srácok, meg kell... Most legalább nem lőtéren vannak itt, nincsenek szabályok, pöröghettek az ajándékotokat. Mr. Beast! Hallottam, hogy ICE azt mondta, hogy igazam volt. Ja igen, ez, ez amúgy egy történelmi pillanat, várj már, ez sokkal jobb. Be tudom játszani az ICE-nak a beszédét itt a stream elejéről. Egyet kell értsek vele ebben a videóban, képzeljétek el, figyelj. Táncverseny! Ügyesek legyetek! Nyomod bátyám! Mi lesz itt, chat? Hellná! El Laura és Norman! El silló! El silló apuka! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Itt éppen 6 óra múlt egy pár perccel, megyek dolgozni. Mi a fasz volt ez? Námen. Steve, meg kell jobban gondolni, mit raksz bele a videóidba. Magyarországon túl sok a pedofil. Steve, ezeket nem szabad beleraktad a videóidba. Tehát, hogy el kell gondolkozni néha, hogy mit osztunk meg az életünkből, és mit nem. És amúgy itt nem csak a videókról kellett volna, hogy beszéljen. Mert amit Instára kiraknak a Lauráról, hát azt bármikor, az egy kép, azt olyan szinten elérhető vágod a pedofiloknak, nem is az, hogy a videóba, mert lehet, hogy videóban nem kattintanak rá, vagy nem tudják, hogy ez lesz benne, de hát a kép az Instagramon, érted? Most ez... Nem is értem. Kislányom lenne, 16 éves koráig az arcát nem rakhatnák ki az internetre, nem, hogy... Na jó, hagyjuk. Máshogy gondolkodok egy kicsit ezekről a dolgokról, az lehetséges. Vannak olyan pillanatok, Steve, amit jó magadnak megtartani. Vannak olyan pillanatok, olyan sikerek, amiket... Jó magadnak megtartani, érted, Steve? Tetszak eljön, érted? De csetem, ugye ez engem úgy felbasz. Ez a pedofilizás, meg ez a fasz***zé mémelés. Oké, tudom, hogy ez viccből írjátok, hogy ezt tudod, hogy engem ez mennyire felkúr. De hát amúgy nem, lehet, hogy nem viccből írják. Mert mondom, lehet, van olyan ember, aki tényleg ezt gondolja rólad, hogyha éneket nézel, meg ezekről megy a ugyebár. Ugye láttuk, hogy lescreenshotolta a Laurának a lábát, meg mondta, hogy milyen segge van, meg a faszom tudja. Azt, hogy az internet nem fog elfelejteni, az a baj. Ezzel ne viccelődjünk már, mert ez kurvára nem vicces, tényleg. Ezzel amúgy álljatok már, tényleg ezzel vicces, mert ez kurvára nem vicces. Ez a pedofilozás, ez tényleg kurvára nem vicces. Not funny. De te játszol rá erre? Én rájátszottam erre poénból, amikor még volt ilyen 150 néző a csatornán. De ez amúgy nagyon nagy cap, mert akkor is rájátszottam, amikor duóztak, és akkor nem 150 néző volt a csatornán, szerintem már rég nem. Felrobbant, és nyilvánvalóan egy 20 éves srác vagyok. Én még most se fogtam fel, hogy mennyien néztek. Én ugyanúgy reagálgattam a Laura és Norman videókra, mint hogyha csak azok lettek volna ott, amikor már ugye felrobbant a történet, mint akiket addig ismertem, mert olyan volt ez, mint egy kis család. Oké, hogy túltoltam ezt a viccet, baszki. De azért ez már egy picit sok, ez a pedofilizás. Azért, mert nekem ezzel nekem személyes problémám van. Tehát nekem, nem velem, hál' Istennek, de egy hozzám nagyon közel álló személynek volt problémája pedofillal. Ez engem mint ember rosszul érint, nem tudom, ez nagyon pedofil vagyok. Chat, ez egy lő. Ez lő. Ez lő. Ezzel nagyon kiégtem múltkor is. És nem szeretem, hogy ezzel viccelődnek velem kapcsolatban az emberek, mert ez nekem tényleg ez személyesen sértett. Most már így elengedtem, mert érted, kinek nem ingyen ne vegye magára, de hogy így emberek ezt gondolták, meg ezzel viccelődtek, szerintem az már sok. Az is sok, amit én csináltam, nyilvánvalóan túltoltam egy viccet, és egyébként mindenkinek, aki azt mondta, hogy ez undorító, stb. A Manin például, igazat adok. Mert igazam van, most már igazam van. De túl lett tolva, tehát az, hogy amiket mondtam poénból. Köszönöm. A Maninnak igaza volt. Igaza volt a Maninnak. Ki gondolta volna? Ahogy kiszkríneltem mondjuk annó a Laura lábát, megállítottam a videót, ezt olyan pózba volt a Laura, és azzal ironizáltam. Hogy ez undorító, abban a Maninnak is, aki mondta, igaza van, igaza volt. Én már ezt nem is csinálom, meg már ezzel le is akarok állni, meg ez tényleg, ez rossz volt. Nem volt jó ezzel viccelődni. Én már a Steve-es podcast óta ezt az egészet Bro 13, 37 ez már mondja Travis Scott typesheet. Hónapja, én próbálok erre nem rájátszani. Nyilván a chatben van egy húzó. Manin se hülye. Köszönöm. Erőt, tehát mindig írjátok a fasságokat, aztán tudod viccelődök így is, úgy is, de próbálok már nem rájátszani. Tehát nekem ez kellemetlen csetnek. Én már bennem az volt, hogy én már nem akarok live-ba Laura és Norman videót nézni, mert tudom, mi lesz belőle. Hát ne is. Jepping, Manin az egy rend youtuber. Igen. És azért, ha mondok valamit, akkor ez már nem hiteles. Azért már sok dologra mondtam már valamit. Pow! Mindfuck. Azt szeretném, hogy tényleg ezzel álljatok, mert én nem fogok így Laura Norman videókat nézni, mert nekem ez tényleg amúgy. Így bennem van az, hogy nincs kedvem megnézni az új Laura és Norman videót, mert tudom, mi lesz benne, és én csak reagálok rá, de azért. Manin mondjuk mindenbe beleköt. Igen. Azért csináltam, hogy belekössek. Nyilván nekem is az a célom, hogy a sok 8 évest magamra haragítsam. Ez volt az egyetlen célom vele. Ja, meg az, hogy fölmászok a hátukon. El se bírnának, bátyja. Tiszta dagat vagyok. Ti mondtátok. Ami ebből következik, az szerintem az kibaszott gáz. Úgyhogy kösz szépen, lakatlan gaming. Köszönöm szépen. Ez így, ez lesz, akkor én nem fogok több Laura és Norman reagálni, mert tényleg elbasztam annó, de hogy ez ennyire kiasson a jelenre, az már gáz, meg amiket ti a chatten írtak, az is gáz, őszinte leszek, tehát hogy giátoztok meg a faszom a Laurára, az is amúgy kurva gáz szerintem. És oké. Na igen. Komi 28 mondja, Manin köt bele mindenbe, de ők meghívják Norinat vitára. Meghívják Norinat vitára, hát az itt a kokés dolog, hívják is meg Norinat vitára. Kíváncsi lennék, hogy abból lesz-e valami. Content a show, content. Na igen, csak itt írják, hogy gyat, meg hogy úristen, Laura mekkora jó nő. Csak az a baj, akik ezt írják, igen, pont ezt akartam mondani, hogy nekik nem gáz, mert ők amúgy is 10 évesek, akik ezt írják, vágod? Tehát ő nekik a Laura egy felnőtt nő, hozzájuk képest. De attól még ilyenek nem lehet viccelődni. Gyerekként sem érdemes. De egy 10 éves gyerek nem fog izélni, streamelni. Neki nincsen ott az a felelősség. Ezt most ki szeretném jelenteni, ezzel le lehet állni, mert ez rossz példa volt. Úgyhogy ezt ki szeretném most jelenteni, hogy ezzel le lehet állni, mert ez rossz példa volt. Ennyi. Úgyhogy légy szíves. Le lehet állni vele, srácok, rossz példát mutatott. És oké, értem, hogy miattam, de én ezt most be is ismerem, és tudom is, hogy miattam, és erre szeretnélek titeket kérni. Kérlek szépen, chat. Ti is álljatok le ezzel a gyattolással, meg a faszom tudja. Én már nem szeretnék rájátszani, már 2 hónapja. Nem is mondok semmi olyat. Volt ez az anyucistámnél, amit ugye beraktunk a videóhoz, még annó. Az is olyan volt, hogy oké, kicsit polgárpukkasztó. Mentségemre szóljon, nem akarok mentegetőzni, de azt a thumbnail-t úgy, azt a videót akkor raktuk ki, mikor live voltam közben, tehát én nem ellenőriztem le a thumbnail-t meg ilyenek, mert valószínűleg lehet, hogy le lett volna cserélve, vagy lehet, hogy nem, tök mindegy, de sok volt, oké, bevallom, tényleg. Úgyhogy erre nincs mit. Hát amúgy ebben a videóban is egyben rájátszott, és úgy kezdte, hogy kiment a szobából meg minden, de azt csinálja azért is, hogy nagyobb legyen a mondani valónak a súlya, vagy nem tudom, igazából közöm sincs. Nem tudom megváltoztatni a múltat, viszont azt most le tudom kommunikálni, hogy ez tényleg káros volt, és szeretném, hogyha ti se ebből tanulnátok, meg nem ezeket lestétek el, meg mit tudom én, mert ez amúgy gáz. Úgyhogy erre hagyd kérlek már meg titeket, jó, és azért legyünk annyira értelmesek, hogy ezt értsétek meg, oké, nem írtok ját meg ilyeneket a Laurára, meg hasonló. Úgyhogy légy szíves. Köszönöm szépen, aki ezt megért, és én... Amúgy lecserélték volna, hát konkrétan győzködte a srácot, hogy jó lesz az a thumbnail, mert éppen mérges volt rám. Igen. Hiszek benne, hogy van annyira értelmes a közösség, idősebbek, fiatalabbak, hogy ezt megértik. Mert ezt a poént amúgy én sem szeretném továbbhúzni. Vicces volt, amíg 100 embernek poénkodtam, akiket ismertem, utána berobbant, ugye ez a streamer karrier, meg a faszom tudja, tehát egyik napról a másikra ezek 2000 néztetek, ami az úgy elképesztő, és nagyon szépen köszönöm, és nagyon örülök, hogy itt vagytok, csak így az emberi nem fogta fel. És ugyanúgy viccelődtem 2000 ember előtt ezzel, mint 100 ember előtt annó. Nem fogtam fel a változást, nem fogtam fel, hogy mennyi plusz súlya van a szavamnak a nézőtábor miatt, és ezt elbasztam. De most már így lassan kezdem én is felfogni, hogy mi ez az egész, hogy mekkora úgymond hatalom van az ember kezébe, hogyha sok a figyelem rajta, és sajnos. Legyen így. Vágod, legyen így. Nos egyébként, de... Ja, és szeretnék picit felelősségteljesebben ezzel az egész témával. Csak eddig nem beszéltem, bocs, hogy eppelek, csak eddig nem beszéltem el az egészről, és el szerettem volna mondani, mert most már tényleg én is látom, hogy van felelősség azért itt az emberen, nem kevés. Tényleg azért voltak olyan dolgok, voltak olyan megnyilvánulások, amik barátok között talán elfogadható, de ennyi ember előtt ténylegesen nem. Úgyhogy ezt a témát itt most leszerettem tisztázni, leszerettem zárni, mert ez nekem gáz, tényleg. Elbasztam valamit, lehetne egy reszet. Na mindegy, chat, bocs, hogy eppelek. Szeretlek titeket, tudjátok. Cringy ass, idézetek. Funny ass kétokos TTS, na. Ez a csávú, vagy ez a nő, vagy ez a Transformers, ez annyit nem ér, bazd meg, hogy én tényleg még... Jenci 007 még egy szót nem érdemel. Még egy szót nem érdemel? Másnap elhívjátok podcastba, nice. Hívjátok már ezt a rohadt buzit. Ne! Döttösúlyat nem írunk le! Nem, de nem, ez tényleg szánalmas. IP alulvonás Dominik küldött $1. Bocsánat, nem szerettem volna megbántani ezeket a büdös buzikat. Léci, ne már, srácok, ne írjunk ilyeneket. De most ezzel nem mit tudok csinálni, ne írjatok már ilyeneket. Nem azzal van a gond, hogy meleg STB, azzal, hogy az ilyen ember kap nézettséget és figyelmet, mert elbaszott a világ. Na, ez, na ilyenek, a gyerekem ez... véletlen is ilyet meglát majd. Lehet ezt a dagadékot úgy... Hopp, gatya, kövi Manin videó a két okos transzfób. Aha, XD... Szétkapom, hogy tényleg ne lehessen tudni, hogy fiú vagy lány. Az komoly. Gojtar küldött $1. Ne szidjátok ezeket a transformeszeket. Na, csak na valamiért jöhetne rájuk egy CAR bomba. Nem már, de ne létszis kacok, álljatok le, ez nagyon nem szép. És vajon miért ilyen nézetekkel rendelkeznek ezek az emberek? Vajon miért ezeket a tétéseket küldik? Csak nem azért, mert burkoltan ugyanilyen hasonló komédikus dolgokat szoktatok mondani, nem? Nem? Lehetséges, hogy ez is influence, és hogy ezt is eltanulták a gyerekek? De honnan van nekik $1-juk? Apukám! De ezt nem mondhatod így, hogy apuci. Miért nem? Mert akkor belénk bizonyos kopasz youtuberek. Ironizálok, tesó. Szia, Manin! Ha elfogyott a Manin, csak szóljál, donételek 100-at, majd amit lesz, majd elszórjál, de ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.